11-en vagyunk már. Hare Krishna. Jó, oké, hát igen. Most már meg tudjunk tanulni, hogy igen, van sok szoba, se lehet tévedni. Én azt hittem, hogy mindig új szobát kell létrehozni, azért hoztam létre új szobát. Lehet, hogy át is ezt a szobát átnevezem, és az ki lesz tűzve. Ami mindig ki van tűzve ott fönt, akkor az az a szoba. Jó? Rendben. Oké, akkor el is kezdhetjünk a mi kis témánkat. Néha így, mikor lefele nézem, akkor számítógépet nézem, amikor oda rátok nézem, akkor ott a kamera. Jó, és na most én kikapcsoltam itt a dolgokat, most megpróbálom, hogy ezt leveszem, fog-e működni, nem fog-e nálam zajt csinálni. Kikapcsolom. 1, 2. Aha, csak én nem tudom. Halljátok? Igen. Jó, akkor én is így hallom, és akkor nekem nem kell ebben nagy fülesbe ülni. Úgy, mert felveszem, mert hogyha valakinek utána szükség lesz utána nézni, akkor legyen lehetőség. YouTube-ra fogok feltölteni, meg a csoportunkba is. Oké. Okay. Üdvözlöm mindenkit, Hare Krishna, végre összejöttünk, nagyon örülök, és ki nem volt múlt héten? Mindenki volt, nagyon jó. Nem voltál múltkor. Uh-huh. Igen, múltkor nem, igen. Nem értettem. Uh-huh. Nem értettem tisztán. Uh-huh. Yeah. Jó, hát most az lesz, hogy... Hát egy-két szóban majd elmondom, hogy mi volt múltkor, és akkor elkezdjünk a mai témát. Ennyit tudok még mondani, hogy mi azt csináljunk, hogy azok, akik érdeklődnek és akarnak fejlődni, akkor itt most mi egy kurzus csináljunk, ami tematikus lesz. Mindenki tudjon szépen haladni lelki életben, és érteni, hogy miről van szó, mi az a lelki élet. Most lesz 5 alkalom, hogy ne is legyen olyan végtelen, hogy megyünk, és akkor egyszer, szóval inkább csináljuk, hogy blokkokban, most csináljunk 5 alkalommat, aztán majd meglátjunk, hogyha jó, akarunk tovább haladni, akkor haladunk tovább. És akkor megint pár alkalom, akkor még könnyebb, mert akkor tudjunk, hogy egy pár alkalom, akkor ez erről témáról szólt, akkor ez egy blokk. Másik blokk, és akkor nem lesz kavaradás. Jó? Oké, rendben. 11-en vagyunk. Múltkor egy kicsit arról említettünk, bevezetésként, hogy nagyon fontos nekünk, hogy kitől halljunk. És ebben világban most, ahol élünk, nagyon sok forrás van tudásról, és 2 probléma van. Az egyik az, hogy majdnem mindegyik csak egy, úgy mondják, hogy spekuláció. A spekuláció az azt jelenti, hogy ember nem is érti pontosan, csak hallotta valamit, és akkor ebből kitalál dolgokat. Valaki csak kis ujjából kitalál, és lehet, hogy van neki jó természetet szépen beszélni, és embereket vonz, hú, igen, milyen jó beszél, oké, de ez még nem biztos, hogy jó irányba fog haladni a személyek. És akkor vannak, akik sarlatánok, akik pénzt csinálnak, úgy mondjuk szakmai tanítók, akiknek ebből egy szakmát csinálnak, hogy meggazdagodjanak. Amit múltkor is meséltem, hogy a legjobb csinálni, ami nálam megbukták, úgynevezett gyógyítók, és ugyanazt csinálnak a mindenféle ilyen tanácsadók, az a lényeg, hogy meg kell ijeszteni. Láttam rajtad, átok van,
Igen, igen, és ez történt. És akkor mesél valaki, jó, ez a bajom, az a baj. Igen, mert látom, valaki nagyon rád vudúzik, vagy valami sem, mert megijed. Jó, akkor mit csináljak? Tudsz segíteni? Én persze tudok segíteni. És akkor ember megkapta. Minket elkaptam, akkor én tudok segíteni, akkor mi, vagy ő tud nekünk segíteni, akkor mi már rajta függünk, és kihúzza belőlünk sok pénzt. Ez a lényeg. Így működnek. Most nemrég pont van egy ismerősöm, Budapesten lakik, és neki azt csinálja, hogy meghívta egy ilyen vásztó, nem tudom, ki már hallott a vásztóról, tudjátok, a háznak az elrendezése, hogy milyen irányba kell feküdni, hol legyen az ágy, hol legyen a bejárat, és a többi, és a többi. Ez ilyen térrendezés, ami védikus törvények, hát védikus univerzum törvények alapján működik. Van egy előadás valahol, vagy kettő YouTube-on nálam. És akkor elhívta egy ilyen szakértőt, és ő azt csinálta, fú, ez nagyon rossz, hát itt meg fogtok halni. És akkor a hölgy engem hív, sírva fakad, hogy meg fogunk halni, képzeld el, mi nem is tudtuk, hogy ilyen nagyon rossz lakásban lakunk. És mondta, hogy nektek meg kell csinálni nektek teljes felmérés, mert baj lesz, higgyitek el, és akkor csomó pénzért felmérés. Akkor felmér, utána megmondja megint, milyen mennyire rossz, és utána be kell állítani a házat. Mandaláka, mindenfélike, akkor még csomó pénzt. Ezt csinálják. Működnek ezek, de egy hiteles, szóval aki ezt csinálja, aki titeket ijeszgeti, az már nem hiteles. A hiteles ember nem pénzt akarja kiszedni, hanem segíteni akar, fejlődjünk, és akkor, meg hogyha meg is ijeszgeti, akkor nem fog mondani, hogy ennyiben fog kerülni a megoldás. Mert ezek ezt csinálják. Oké, akarsz megoldás, én tudom, de akkor ennyibe kerül. Szóval ezt beszéltünk, ez az egyik, hogy vannak valakik ilyenek, valakik teljesen spekulálnak, és vannak, akik mondanak, de nem gyakorolnak. Az egy kicsit jobb, aki már nem akarja pénzt kiszedni, nem spekulál, hanem már hiteles dolgot mond, de nem gyakorol. Ez kicsit jobb, mint a többiek, de még mindig nem túl sokat tud segíteni, mert legjobb az, aki gyakorol, mert neki, aki gyakorol, annak mélyebb megvalósítások vannak. Szóval aki tanít lelki dolgokról, de nem gyakorol, akkor neki mindig ilyen felszínsíkon tud tanítani, de mivel nincs megvalósítás, azért nincsen nagy dolgokat, nem tud mondani embereknek. Jó. Én azt szeretnék megkérni, hogy ha ki tudjátok kapcsolni a mikrofonotokat, és amikor beszéltek, akkor kapcsoljátok be. Miért teszik? Nem, engem nem zavar, de én felveszem, és mindig jön egy kis zaj, és ez felveszi a felvételbe, hogy akkor minimális zaj legyen. Aha, még valaki egy kicsit, hogy ki tudja nyomni a mikrofon, és utána nyugodtan kapcsoljátok be. Majd én szólok, amikor látom, hogy valaki beszél, nem szól a hangom, mondom, mikrofon. Okay. Jó. Szóval ez egy nagyon fontos, hogy hiteles tudás, és azt beszéltünk még, hogy hogy akarunk tényleg egy tudást megfelelő, ami arról szól, hogy mit kell csinálnunk, mi az élet a értelme, akkor ki vagyok én, ki Isten, ez minden úgy tudjuk megismerni, hogyha sabda, hallunk egy hiteles szemétől, halás által. Szóval ez arról szól, hogy kell elfogadni egy hiteles, autoritív tanítót, aki ebbe tud segíteni, aki szakértő. Ahogy beszéltünk múltkor, egy példát mondtam, ugyanúgy, amikor nekünk valami kopók autóba, nem tudjuk mi az, de elmegyünk szervizbe, és igazi szakértő, ő a halásból megmondja, hát itt a 8. szelep, be kell állítani a hézagot. Szóval hiteles szakértő, üdvözlünk a Zsoltit, Hare Krishna,
Igen, szóval hiteles szakértő rögtön tud ebbe segíteni. Ugyanúgy itt is kell, hogy legyen hiteles szakértő. Akkor nem leszünk becsapva, és nem leszünk csalódottak. Oké, ez volt múltkor egy órán keresztül. Részletesebben most csak egy kicsit frissítettünk. És következő, hogy a lelki tudományban nagyon fontos, vagy lelki fejlődésben, ez egy tudomány, fontos, hogy fokozatosan, lépésről lépésre kell szerezni olyan ABC tudást, amire lehet alapítani a következő szintet. Szóval a lelki gyakorlatokat nem lehet ugrani át, mert mindegyik következő szint az előző szintekre épül. És akkor az első, ez a 5 féle megértés, ami a Bhagavad Gita is tanít, ez az 5 dolgot, amit nekünk fontos tudni. Ezeket fogunk ebbe az 5 alkalomba tanulmányozni. Oké, mik ezek az 5 dolgok? Ki vagyok én? Vagy mi a lélek? Ki a lélek? Erről megbeszéljünk. Akkor prakriti, az azt jelenti a természet. Mi a természet? Hogy működik? Sok mindenbe belemegyünk, mert mindegyik alkalommal lesz, az egy téma lesz, nagy téma. A harmadik, mi a kála, nem is kála, hanem a karma először, a karmát beszéljünk, cselekvés. Akkor kála, idő, mert a karmát, gyümölcsöt, amit mi csináljuk, rossz vagy jó dolgot, az idő hozza nekünk. És ezért ez is lesz, időt tanuljunk, és Isvara, Isten, ki az Isten? Ezeket fogunk tanulmányozni. És ma akkor elkezdjünk az első témával. És fogunk egy kicsit Bhagavad Gita-t is használni, mert akkor ti is, ez nektek is segítség, jobban fogtok érteni Bhagavad Gita-t. Ahogy aki már olvasta, akkor ott is Krishna azzal is kezdi. Amikor ott volt az Arjuna, aki elkezdte próbálni megoldani az életét. Került egy nehézség előtt, és gondoltam, akkor most megoldom. És ő gondolta, hogy majd én tudom, hogy kell megoldani. De minden, amit próbálta felsorolni megoldásokat, érezte, hogy ez egyik se igazi eredményt fog adni. Itt egy nagyon fontos, egy kicsit az Arjunának egy fontos tulajdonságot szeretnék kiemelni, ami nekünk itt ő nyilvánítja azzal, hogy kell cselekedni, ő szóval neki kell harcolni, mert egy harcos, de van egy belső érzelem, ami késztet egy másik cselekvésre. Nem vinni a harcot, azt érzi, azt késztet, arra, azt a reakciót akarja csinálni, de nem cselekszik, hanem gondolkodik. Szóval valamikor csak most próbáljátok analizálni magatokba, valamikor nekünk is bekerültünk egy helyzetbe, mondjuk megbántották minket, vagy valami beszóltak, és mi rögtön érzünk egy késztetést azonnal visszaszólni, helyreállítani az embert, hogy eszébe se jusson még egyszer ezt mondani nekem. De mikor rögtön reagál valaki, az azt jelenti, hogy nincsen használva intelligencia. Mert intelligens ember nem reagál azonnal. És pont Arjuna-nak a tulajdonsága a hibás gondolkodás volt neki. Mindjárt kiderül, mi az a hiba volt. Hibásan gondolkodott, de szerencsére nem csinálta rögtön, amit gondolt, hanem
bekapcsolt intelligencia a fázisba marad. Analizálta, és rájött, hogy igazából ez a megoldás, amit ő akarja, az neki nem lesz jó. És utána, és ez jó is, mert hogyha mi is érzünk egy helyzetbe minket, valaki megbántja, hogy valami, és akkor mi rögtön reagáljunk, aztán gondolom volt mindenkinek egy párszor életébe, lereagáltunk, aztán 5 perc múlva kiderült, hogy nem is tudtunk pontosan a helyzetről, és akkor megbántunk, hogy most miért így reagáltam. Szóval kiderült, hogy teljesen hibás gondolkodásban voltam. Ezért nagyon fontos rögtön nem reagálni. És ez az intelligencia, és ez a szabad akarat erő. Igazából. Szóval mi ilyeneket a mi témákban, ha már a lelki a mi témánk, de én be fogok rakni mindig olyan praktikus dolgokat, ami lelki mellett, még, mert ez segít a lelki életben. Amit most mondtam, hogy próbálni legyen ez a szabad akarat, nem reagálunk, hanem inkább átvizsgáljunk a helyzetet, és nem a késztetés és érzelem szerint, hanem helyesen reagáljunk a helyzetre. És akkor, és nagyon jó, hogy Arjuna nem reagált rögtön, mert Krishna utána mondta is neki, hát igazából ezeket a megoldásokat, amit te most felsoroltál, mindegyiknek van egy alapvető hiba. Az alapvető hiba az, hogy te anyagi megoldást keresel, és a test pozícióból gondolkodol, de te nem vagy az a test. És itt minden ezen múlik, ami életünknek a minden élménye, kudarcok, sikerek, fájdalmok azon múlik, hogy mi milyen tudatban vagyunk, ki vagyunk mi erről hogyan tudjunk. És mivel, hogyha most megnézzük az egész világunk, teljesen 100%-ban testtudatra van építve, hogy te egy test vagy, iskolában, otthon szülők arra tanítják, hogy te egy test vagy, és akkor városba kimész, minden testről szól, csak nincsen lelki boltok. Milyen boltok vannak? Enni, az test, a ruha, az a test, a lakásnak, hogy kényelmesebb legyen a lakás, testnek legyen kényelmesebb, minden testről van szó. És mikor erre alapítják az egész társadalmat, nem mondom megint, hogy civilizáció, ez nem egy civilizált, akkor mindig szenvedés. Mindig kudarc és zsákutca. Miért? Azért, és Krishna kezd magyarázni Arjunának. Mutatja, tanítja. Úgy azt tanítja, hogy csinálj egy párhuzamot, ez a Bhagavad Gita második fejezet 12. verstől egész 30. versig, ott megy magyarázat. És akkor a hangsúly, amit ott, hogyha majd olvasatok át, jó, ez a házi feladat, a hangsúly arról van szó, amit magyarázza, hogy a test az ideglenes. A test az változik, és ideglenes, a lélek az nem változik, és állandó. Na akkor egy ideglenes dologra építeni a boldogságot, az azt jelenti, hogy össze fog omlani. És pont mondja, rögtön kezdtem, amikor Arjuna megértette, mivel intelligencia be volt kapcsolva, és megértette, igen, nekem nem tudom megoldani. Ez is egy fontos alázatosság, hogy Arjuna, ő azt mondta, hogy karpánya dosa pahatasva bába. Azt mondja, hogy dosa, hogy nekem van hibák. És mivel én nem vagyok tökéletes, és én hibákat követek el, ezért ez az alapja annak, hogy én nem vagyok képes megoldani az én életemet. Na ez is mutatja az intelligenciát. Ha az az ember, aki mondja, tudom, akkor ő neki még az intelligencia nem érte el a fényes pontot az életében. Szóval fényes pont, én magamtól nem tudok. Mert én hibázok. És akkor
Utána Krishna rá is mutatta, igen, azt mondta, te beszéltél nagyon szép, okos dolgokat, de hát látod, nem vagy boldog, az azt jelenti, hogy te nem tudsz, mi a megoldás. Mi gondolom sokszor látjuk, mikor találkozunk barátokkal, barátnőkkel, és elmondjon valami, fáj az ujjam, akkor ezer tanácsot mindenki fog mondani. Mert ők mindent tudnak. Vannak emberek, mindenkinek mindenre azonnal tanácsot adnak. Nem kell sietni. És akkor elkezdi, mondja a második fejezetben, 12. vers. Nat evaham jatuna sam, nat vam nemenjanadipa, nat chayvanam vavishema, sarvevayamatah param. Or azt mondja, hogy nat evaham jatuna sam. Hogy sose volt, hogy nem léteztél te, vagy én, vagy a többi király, mert ott voltak más királyok, harcosok a csatatéren, sose volt olyan, hogy mi nem léteztünk. És sose lesz olyan, hogy meg fogunk valamikor szűnni létezni. Szóval ez az alap, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert pont erről szól, hogyha én nem tudom, én ki vagyok, akkor én nem fogok tudni, hogy legyek boldog, mert nem tudom, mire van szükségem. És ez a tudás, ez a lelki tudomány, ez nagyon nehéz megérteni. Nagyon sokan mondják, igen, tudom, igen, én tudom, hogy lélek vagyok, hallottam, hiszek, az már jó, de ez még nem jelenti, hogy lelki tudatban van valaki. Mert aki lelki tudatban van, akkor ő mindjárt megmondom, hogy ő hogy cselekvésből látszik. Mert most nekünk ez a tudás, ez csak információ szinten van. Nincsen mélyen. Miért? Azért, mert ahogy mondtam, hogy az anyagi energia, amikor majd fogunk tanulmányozni anyagi energiát, akkor ott fogunk tanulni, hogy hogyan illúzióba ejti a lelket a test tudatba. Mi most abba vagyunk, a test tudatban. És ez durvul minden általában, egyre durvább. Először csak, hogy egyszerű test tudat, amikor legalább ember tudja, hogy én férfi vagyok, vagy nő. De valamikor már ez is el van mosodva, az még mélyebb illúzió. És onnan még nehezebb kimászni. Akkor utána még mélyebb illúzió, amikor a lélek kerül az állati testbe, és amikor már a fa vagy növény, az már nagyon nagy illúzió, mert az alig, hogy tudja, hogy ő létezik magáról. Szóval ez a legfontosabb, hogy ki vagyok én, tudni, hogy én első nem vagyok ez a test. És ez jó, hogy először mi ezt tanuljuk most a teoretikai szinten, vagy úgy mondják magyarul, elméleti szinten. És ahhoz, hogy ezt megértsünk mélyen, ahhoz kell nekünk gyakorolni lelki gyakorlatot. Miért? Mert pont az, hogy ahogy mondtam, a város, a körülmények minket erőszakkal testi tudatba programozza be. És a lelki életen mi próbáljuk ezeket, mert bemegy a tudatba, amikor majd beszélünk a karmáról, azok a szamszkárok, ezt mind fogunk tanulni, élmények, minden, ez nekünk anyagi. És ezektől meg kell tisztulni, és mikor ezektől megtisztulok, akkor fogok látni a lelki dolgokat, akkor lelki tudatban leszek. De kezdődik így, ahogy most kezdtünk, a kis elméleti tudása. Szóval ezzel kezdi, hogy te nem vagy ez a test. Ez a 12. vers. És utána a 13. versben Krishna már mutatja rögtön különbséget. Dehinas minyata dehe kaumaram yauvaram jara tadha dhantara praptir dhira sthatra namuhyate. Hogyha van nektek Bhagavad Gita, lehet közben követni. Mit mondom. És azt mondja, Dehi, aki a testben megszületett a testben, akkor a rögtön mondja, a test fog változni. Azt mondja, hogy de hin azt mindent el, de kaumaram, hogy a test változik a csecsemőkortól,
gyerekkorra, gyerekkorról fiatal, vagy felnőtt, fiatal, felnőtt, utána idős, és utána meghal, és utána a lélek kilép, és akkor megint új testbe kerül, a megint fog változni. És azt mondja, józan dírász, aki díra, aki józanul, ő nem zavarodik meg. Például, mikor valaki meghalt, ő tudja, hogy csak a ruhát ledobta az ember, nem halt meg. És ez egy bölcs ember, aki ezt így látja, nem zavarodik meg. Ez nem jelent, hogy tompa lesz, hogyha mondjuk meghal valaki hozzátartozó, vagy egy ismerősnek a rokonai, akkor nem lesz tompa, na hát akkor semmi baj, ez csak így elhagyta a ruhát. Nem, hanem ott is vannak érzelmek, mert együtt érzünk a másokkal, mert neki fáj, akkor, hogyha az a hozzánk tartozó meghalt, akkor mi fogunk hozzá is érezni, mert szeretünk azt a lelket, aki ott volt velünk, tudtunk vele együtt csere, élménycsere, viszonyokban lenni, és többet most nem fogunk vele találkozni. Persze, hogy szomorúk leszünk, de mellette mi megértjünk, hogy de ő nem halt meg, mert nincs halál, nem létezik. Szóval ez a lényeg. Én azt mint eltelhetek, kaumaram jobbja, tehát hádján, tehát díreztetre nem uhjeti. És ugyanúgy, ahogy Srila Prabhupád magyarázatokban, majd hogyha meg én javasolok azokat is olvasni, igen, még mindig valakinek mikrofonja be van kapcsolva, nem tudom, csak nem akartam én időt veszíteni, hogy én keresem, kinek megy a mikrofonja. Nem ki? Tudom, hogy... Aha, tiéd. Ja, nem tudsz, várjál csak, hát én innen... Én innen, nem tudom neked innen kikapcsolni. Jó, de most így legalább az a zaj eltűnt, akinek meg volt. Jó, nem, most vissza. Tiéd, Kriszti. Odalent neked van lent egy ilyen kis szürke vagy fekete színű kis valami. Nálam itt jobbról a második, itt nálam ez a mikrofon, azt kell megnyomni, és úgy kell kikapcsolni. Most kikapcsoltam, már látom, az Éva kikapcsolt. Jó, oké, okay. Na. Jó. Oké, okay. Nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor a felvétel tiszta lesz. Oké, okay. Megyünk tovább. Akkor, igen, akkor test változik, és a Srila Prabhupád azt is magyarázza, hogy gyakorlatilag nekik a halál történik, csak nem leveszünk észre, már egy élet, egy test belül is, mert 7 évente test teljesen kicserélődik, összesejt, új lesz. Ez még tudósok is magyarázták. És mondja Srila Prabhupád, hogy ahogy mi kinéztünk, mikor csecsemők voltunk, és utána lettünk mondjuk iskolások, teljesen nem lehet, hogy nem ugyanaz, teljesen megváltozott. És amikor már felnőtt leszünk, az még végképp. Szóval így, mi testet cserélünk egy élet belül 7 évente. És halál pillanatban majdnem ugyanaz történik. Szóval test változik, és akkor a lélek nem változik. Hogy lehet megállapítani, hogy lélek nem változik? Azt úgy lehet megállapítani, hogy én tudom, én létezek, én, hát először, hogy mi a lélek, ez a érzésünk mindannyiunknak, nektek, nekem, hogy én vagyok, én lélek, én létezek, én élek, én tapasztalok. Na ez nem test, ez pont a lélek benne. És amikor ezt tapasztalom, és a testnek nincsen ez. Amikor a lélek kilép a testből, mikor test meghal, a halott test, ő magáról nem tudatos. Mint ahogy tudjátok, a ruhát este levesztek, szekrénybe beraktok, akkor ő nem tudatos. Mikor rajtatok van, akkor se tudatos magáról, sem. Nem lelki, nincs lélek benne. Amikor szekrényben van, ugyanúgy. A testünk ugyanúgy, amikor rajtunk van, ő nem tudatos.
És a ruhának is lehet látni, hogy él, mert mi mozgunk, és ruha is mozog rajtunk, lehet látni rajta, hogy a ruha mozog, a test ugyanúgy mozog. De ő nem tudatos, és ez a különbség. És változik, és a lélek nem változik, ez mit jelent? Mert lehet mondani, hogy nem változik, hogy például a gyerekkoromban így gondoltam, most pedig máshogyan gondolom. Aztán már ennyiszor máshogyan gondoltam, akkor változik. A gondolat az lehet változni, mert van bölcsességünk, vagy degradáció, vagy fejlődés, ez változtatja a gondolkodásunkat, viszont ami nem változik, ez a én vagyok, én személyiség, ez nem változik. Amikor kicsi voltam, pici gyerek, és kaptam élményeket, és most vagyok, azt én tudom, hogy ez nem ő volt, hanem ez én voltam. Szóval én vagyok, az nem változik. Amikor hiába teljesen máshogyan néztem ki, mikor kicsi voltam, de ez én voltam, mert én emlékszem, hogy én ettem a kis fagyit, vagy csináltam, vagy kaptam, vagy mentem, akkor én tapasztaltam. Na ez a léleknek a állandósága, hogy mi veletek, azért Krisna mondta, sose lesz olyan, hogy megszűnünk létezni, hogy az, hogy mindannyian mi egyéni lelkek vagyunk, és ez, hogy mindannyiunknak van sajátos én vagyok, személyiség, egyéni személyiség, na ez nem változik. Én mindig ugyanaz a személyiség vagyok, még hogyha kutya-macska testben leszek, nem fogok emlékezni ott még jobban, hogy én lélek vagyok, hogyha miért emberi testben ember nem emlékszik rá, de a személyiség ugyanaz leszek én. Igen. Mint a színházban a szereplők, a színész. Lehet, hogy egyszer ilyen szerepet, egyszer olyan szerepet, jó szerepet, rossz szerepet, de ugyanaz a színész, ugyanaz a személyiség ott van. És ezért lehet egy kicsit külsőleg változik a viselkedése, amikor mondjuk egy tolvajt játszik a szereplő, akkor hú, teljesen más ember, de amikor mondjuk egy angyalt lejátszik, akkor teljesen más ember. De ugyanaz a személyiség, csak több szerepet játszik. Szóval ez az egyik. Közben nézem az időt. Aha, huha. Halad. Én próbálok, hogy mindig egy óra legyen, ne legyen több, hogy mindenkinek van kötelességei, dolgai. Oké, akkor... igen, még egy kicsit beszéljünk, hogy akkor jó, de akkor hol van... Vagy milyen a lélek, milyen, hogy néz ki, milyen méretű. És védikus írások magyaráznak, hogyha mi fogjunk a hajszálat, és 10 000, képzeljétek el, ez nem is tudom, milyen mikroszkop kell, 10 000, így hosszába keresztbe metszünk a hajszálat 10 000 részre. El lehet képzelni? És ez a 1/10 része a hajszálnak a végén, ez a léleknek a mérete. Hát, hogyha anyagi szempontból akarunk ezt így mérelgetni, akkor Srila Prabhupád könyvekbe ezt idézi a másféle védákból. Ez a méret. Hol van a lélek a testünkben? Mi megszoktunk gondolni, hogy fej, mert mi fejjel, mint hogyha fejjel gondolkodunk, de képzeljétek el, mi fejjel nem is gondolkodunk, hanem a lélek az itt van szívben. Majd nyáron lesz egy táborunk, aki valaki szeretne, lehet jönni, lesz egy tábor Horvátországban, augusztusban, és ott fogunk tanulni, ott is lesz egy ilyen szeminárium, az érzelmekről, és ott fogunk tanulni, lesz egy ilyen téma egy nap, hogy van a lélek a szívbe. Ez hogy van az egész. Na, tényleg érdekes. Ez az egész szív, a szív ez nagyon érdekes téma lesz. Hát sok mindenről beszélni fogunk, de ez is egy érdekes.
E most csak ennyi röviden, hogy itt van a lélek, a szívben van a lélek. A tudósok, ez a Srila Prabhupát sokszor idézi, vagy írja le könyveikbe, hogy tudósok bizonyították, hogy a szívből a testnek az összes energia árad. Szóval az a fő energiaforrás a szívbe. De nem értenek, honnan van szívnek ennyi energia. Ott már megáll a tudomány. És ahol a materialista tudomány megáll, a lelki tudomány ott kezdődik. Mert a léleknek van ez az energia, ami sose fogy ki, és ő táplálja a szívet. Mint mindenki látja a napot, és tudják, az univerzumnak a fő energia forrás a nap, de értenek, hogy ez nem lehet, hogy több millió éven keresztül valami világít és nem hűl ki, és itt már megáll a tudomány. A védikus tudomány megmondja, hát van a fő energiaforrás, a fő lélek, felső lélek, Isten, hogy a napnak ezt az energiát. És mivel Isten végtelen, ő végtelen energiát tud adni a napnak. És akkor az végtelenségig fog sütni addig, ameddig a terv szerint van. Jó, akkor beszéltünk, akkor hol van a lélek, hogy én vagyok, nem vagyok ez a test, én lélek vagyok. Akkor további itt a versekbe, amit lehet majd elolvasni, ugye, hogy mondtam, hogy írjátok fel, hogy második fejezet Bhagavad Gita 12 és 30 között. Ez nem sok vers, ezeket lehet tanulmányozni, olvasni. És akkor azt mondja, ott több helyen, ami a fő dolog, fő feladat ezeknek a verseknek mutatni, lélek nem változik, állandó, test változik, nem megbízható. És akkor mondja, hogy a lelket nem lehet feldarabolni, lelket nem lehet vízzel nedvesíteni, tűzzel égetni, nem lehet fegyverrel megülni, semmit se lélek, az nem... nem kezelhető anyagi dolgokkal, mondjuk így. Viszont a test, az tudjuk, hogy bármi van, akkor rögtön sok probléma történik a testtel. És ezért ezt magyarázza először, ez még nem egy nagy részlet dolog, mert lélek nagy tudomány, de bevezetésként ezt tanítja Krishna, mert ezzel kezdődik a boldogság keresés, hogy embernek kell érteni, hogy nem az alapján építsem az életemet, a sikeret, a boldogságot, hogy én test vagyok, szóval nem materialista, mert ott esély sincs boldogságra, mert ahogy mondtam, mivel mulandó a test, akkor, amikor bármi történik a testtel, összeessék az én boldogságom. De amikor valaki lélekre épül, akkor mindegy, mi van a testtel, körülmények, ami körülöttünk van, az nem befolyásolja a mi kiegyensúlyozottságot, bölcsességünket, boldogságunkat és jó szeretetünket, élményeket. Az nem befolyásolja. Ezért alapvető hiba a civilizációnak, rossz mondtam, nem civilizáció, ez nem civilizáció, társadalom, meg az se jó mondani, mert nem társadalomban élünk, hanem a birka milyen csordában. Mikor mondják, hogy most ott van az akció, akkor mindenki szalad az akció a Tesco-ba, most az Aldi-ba az akció, most mindenki ezt veszi fel, divat, mindig van divat, most ez a divat, ez birka. Igen, és birka csorda, mert a lelki divat nem változik sose. Az mindig, az állandó. Az mindig nagyon szép, csak hogyha például hogyha megnézünk a szárikat, sokan látták már szárikat? Szári. Szári ez a lelki ruha igazából, mert lelkeknek is van ruhájuk a lelki világban, és ott van
van egy-két féle dolog, de fölszárja a hölgyeknek, és változik a színük, a mintázat, az nagyon szép, csodálatos. Lehet, hogy kicsit változatosan lehet felvenni, de mindig ugyanaz lesz. És ez normális. Ez egy normális dolog. De amikor így próbálnak, hát igazából az a divat, amit csinálnak, az csak azért, hogy kiszedjek a pénzt az emberből fölösleges dolgokra. Ezért ez itt van divat. Oké. Akkor jó, megbeszéltünk ezeket a lélekről. Igen, és akkor erről beszéltünk, hogy aki azt tud megérteni, vagy hogy lehet látni, hogy valaki megértette a lelket, hogy én lélek vagyok, aki lelki tudatban tud lenni. És hogyha megnézzünk 14. verset, itt a Bhagavad Gita-ban, 14, 1, 2, 3, mindjárt próbálok itt átlépni, amúgy emlékezetből is tudok mondani, Mátra Sparsászti Kaunti Jási Tosna Szukha Dukhada, azt túlléptem. De mindegy, Mátra Sparsászti Kaunti Jási Tosna Szukha Dukhada, a Gampanyanit Jám Támszti Tiksasza Bárata. Itt azt mondja Krishna, itt Arjunának, megérteni akkor tudod, hogy te lélek vagy, amikor lelki tudatban lesz, amikor nem fog téged zavarni külsős dolgok. Mátra, spársa. A te érzékek érintkezése az anyagi energiával, anyagi világgal, amikor nem zavarja meg, sita usna, ez a hideg, meleg. Szukha, dukha, boldogság, boldogtalanság. Ez az anyagi külsőségek, hogyha nem zavarnak meg, rendítetlenül maradsz, akkor te lelki tudatban vagy. Amikor téged nem lehet kisodorni a kiegyensúlyozott tudatállapotból. Mert kicsit később Krishna Bhagavad Gita-ban pont mondja, hogy hogyan él egy ilyen ember, aki tényleg lelki tudatban van. Olyan példát, hasonlatot mondja, azt mondja, mint az óceán, hogy az óceánban állandóan torkolik végtelen sok folyó. Ez rengeteg, több tonna, milliók tonna víz, mennyiség minden pillanatban egy óceánba betele torkolik, vagy torkolódik, nem tudom, hogy kell mondani rendesen, mindegy. Torkolik. Hogy? Torkolik. Torkolik, köszönöm. De az óceán sose fog kiömlöni a partra. Miért? Mert van neki ez a mélysége, az óceánnak a mélysége, ami stabilitást ad, és nem lehet kisodorni óceánt a partra sok-sok víz érkezésével. Ugyanúgy, akinek mély lelki tudatja van, akkor bármilyen impulzusok érkeznek a mély tudatjába, azok nem tudnak megmozdítani a rendítetlen tudatot. Szóval ezért, mert emberek próbálnak, nem tudom, milyen tréningek vannak most a világban, hogy ne stresszeljél, ne aggódjál, nem tudom, ne esély szét, és tovább, és akkor mindenféle tréningek, és ezért a bakták tudnak a legjobb tréningeket, mert ők tudják, hogy hol a hiba a tréningeknél. Ahol csak mindenféle fancy dolgokat, trükköket mondanak, de neked nincsen lelki mélység tudat, azok csak egy picit működnek, de amikor igazi rázkodás jön, az már borul fel az egész rendszer. De amikor van lelki tudat, akkor az nem lehet megzavarni, rendhetetlen. Majd mindig fogok mesélni egy kis történeteket és példákat. Jó, és a egyik versben, ez a kedvenc versem, lehet, hogy sokan már attól, hogy én mindenhol idézek, ez a verset lehet, már sokan tudják is fejből. Ez a 22. vers, a második fejezetben, mindjárt így gyorsan, ami úgyis tud. Vasamsi jirnani yathavi hayana vani grinati naroparani, tathashari rani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi.
ez a vers, ez a 2.22, ez csodálatos, azért szeretem, mert elmondja, hogy egy ilyen, hogyha legalább nekünk elméletileg lehet gondolni, hogy mi történik halál pillanatban, de a lelkileg megvalósított személy, ő hogyan éli meg ezt az egész állapotot, és akkor azt mondja, hogy, hogy a megvalósított személy ő tényleg látja, hogy ez a, én nem vagyok ez a test, ez egy ruha, és ahogy leveszi ember régi, elsóvarvat ruhát, és utána új ruhát veszi fel, ez pont vászámszi, ez a ruhát jelent. Vászámszi dzsirnáni, nagyon régi elkopott ruhát, ahogyan leveszi, és új ruhát felveszi, tathá, ugyanaz, tathá sariráni, sarirá testet jelenti. Ugyanúgy a testet, tathá sariráni, ugyanúgy leveszi a régi testet, mert meghal, és akkor tatásari ráni, vihája dzsirnáni, dzsirnán ez ugyanaz, mint a ruha, elkopott, de régi testre nem működik, már sok baj van, mint a kopott ruhát, ledobja, és akkor anyáni, szemjárti, naváni, navá, ez a új, naváni, dehi, dehi, ez is test, sarirá, meg a dehi, ez testet jelenti. Szóval új testet kap. Szóval, szóval megvalósított ember, látja, nincs halál, nem létezik. Ő nem tud félni. Szóval ki köztetek, amikor este átöltözik, halál élménye van. Nem, mert nem ti haltok meg, hanem csak leveszünk a ruhát, és utána újat felveszünk. Szóval ugyanúgy, aki lelki tudatban van, neki ez ugyanaz. Csak kilépett testbe, ezt bement anya apjának a magjába, és felkapta új testet, kész. De erre kell lelki gyakorlat. A kevés csak elolvasni Bhagavad Gita-t és egy előadáson részt venni itt. Az kevés, mert ahogy mondtam, nekünk ez a hatás, ami nagyon mélyen van az anyagi energiától, be van préselve, na azt ki kell szedni először, mert ezek tartanak a tudatunkat az anyagi formába, nem engednek megfordulni lelket, hogy legyen anyagi, szóval be vanjuk betanozva tudatunkkal, az anyagi energia hatására. És sőt, hogyha megint nézzünk a társadalomra, ami itt van körülöttünk, ott sose fognak megszabadulni. Bármilyen tréninget nem csináltok, csak be lehet egy kicsit szektánsítani embereket, őrülteket csinálni belőlüket, de normális ember mindig fog félni. Ebben a világban ez egy ennek, mint a gyertyának, a lángjának a fény és a hő, ez az a természete, az nem lehet elvonni, a fényt a gyertyalánktól, vagy a hőt, az nem lehet. Ez ott van. Ugyanúgy a szenvedés és a félelmet ebből a világból nem lehet elszedni, mert ez itt van, ez ide tartozik. És ezért, amikor valaki anyagi tudatban van, és ő haldoklik, na aztán ő megéli a fájdalmat, ő megéli halálnak az élményét. Nem hal meg, de átéli. És ezért miért? Mert ember, aki anyagi test tudatban van, hát én vagyok a test, akkor most meg fogok halni, én meg fogok szűnni létezni. Hát ez a legnagyobb félelem, hogy én nem leszek. Ugye, a lelki szinten ember azt gondolja, hogy lehet ilyen, hogy én nem leszek. Az ilyen nincsen. De anyagi ember azt gondolja, én nem leszek. És ez nagyon-nagyon fél. És mikor közeledik halál, mindjárt, még egy pillanat, és mindjárt meg fogok szűnni létezni. Ja, kész, képzeljétek el ez a tehetetlen állapot. Még körülötted még vannak a rokonok, akik még sírnak, zokognak, az helyett, hogy segítsenek, várjál, nem vagy ez a test, nyugodj meg, mantrázunk, mindjárt ki fogsz lépni, ez fog veled történni, ezt kell csinálni, szóval meg lehet segíteni. Nem, azok még ott sírnak, meg ilyen az egész traur, ez még jobb, még erősíteni egy nagy fokozaton a fájdalmot, hogy te most meghalsz, és ők se tudnak segíteni, és csalódsz az egészben, hát hogy nem lehet nekem segíteni? Hát
Hogy, hogy pont én velem most ez történt. Képzeljétek, ez nagyon fájdalmas. És ezért semmi tréning nincs. Anyagi módszerek, amit nekünk kínálnak, nem oldanak meg, csak el tudnak kicsit oltatni, és kész. Igen, akkor egy kicsit így halált is érítettünk. Na, szóval ez a legfontosabb alapja, hogy legalább elméletileg ezt tanuljuk meg, és utána majd, mikor gyakorolunk, akkor fogunk tovább fejlődni. Én pontosan most van 8 óra, befejezem, de hogyha vannak néhány fontos kérdés, akkor kérdezzétek. Nincsenek. Jó, rendben. Kriszti, te beszélsz? Mert látom, mozog a szájad, de hangot nem hallunk. Nem, nincs hangot. Ó, én már kikapcsoltam. Na, most valakit hallottam. Véletlenül kikapcsoltam a fényképemet. Nem tudom, hallani engem? Igen, igen, halljuk, igen, igen. Ez a fajta, ja, a kép, eltűnt a képem a videóról. Nem baj. Mit akartam megmutatni. Ó, igen, kapcsol be ott a kamera, valahol kell legyen kamera bekapcsolás. Sajnos én innen nem tudok irányítgatni. Iha. Szerintem a képeket készítesz, Arika. Igen? Ajjaj. Igen. Hopp. Aha, nem. Nem tudom, hogy tudom a képet visszahozni. Nem baj, csak olvasd meg a szerzőt a Bhagavad Gita-nak. Bhagavad Gita úgy, ahogy van. Na. Tehát ez a fajta a Bhagavad Gita-n van. Ez hiteles. Hiteles. Igen. De most ezt olvasom. Nagyon jó. Igen. Igen. Nagyon tanulságos számomra. Igen. Hát igen, ez a Srila Prabhupád, ő a mi lelki tanítómesterünk, ő írta. Hát ő gyakorlatilag ő lelki világból jött. Őt is. Szóval mikor Isten kéri a saját valamikor a fiát, vagy valamikor a más képviselőt jöjjön, ez többször van. Nem csak egyszer volt, hogy Jézus jött, hanem Jézus is jött, ő is hiteles volt, teljes, tökéletes volt, ő bakta, ő bakti jogát tanította, Isten irányi szeretetet, ez az, és ő hiteles, és Srila Prabhupád, ő utolsó, aki jött, most 1896-ban született, és 1977-ben eltávozott, ő is így jött ezzel a misszióval a Jézus után, hogy akkor adja nekünk tudást, ezért ő hiteles. Az ő tanításai tökéletesek. Igen? Aktivál, és a lélek honnan ered? Honnan jönnek a lelkek? Vagy honnan származunk? Nem tudom, hogy mondjam ezt. Hát mi most hogyan van kettő dolog, hogy honnan származunk ebbe a világba, vagy egyáltalán honnan származunk. Hát, hogyha honnan származunk egyáltalán... Honnan a lélek. Honnan egyáltalán honnan van, ugye? Igen. Hát lélek egyáltalán az Istennek van kétféle, hogy sok energia, de kettő kategória van. Külső energia, ez amiből teremtődik az anyagi világ, és van belső energia, ez a lelki energia. És mi oda tartozunk, lelki energia. Ez Isten, ő az első, és utána mi vagyunk a lelkek. A második a belső energiája, ami lelki, ami pont tudata, hogy én vagyok. De mikor, mi most nem, vannak olyan dolgok, amire mi mostani tudatállapottal nem tudjuk megérteni. Például, hogy mikor keletkeztünk. Mert mi örökiek vagyunk. De lehet mondani, hát valahogy, hogy csak. Szóval vannak, ami nem érdemes belemenni. Istentől származunk, ő minket létrehozta, öröki.
És ebbe világba pedig kerülünk anyagi lelki világból. Arról is mit fogunk beszélni, hogy van, a Bhagavad Gita is írja, hogy van egy másik világ ezen a világon kívül, ami a lelkeknek az eredeti otthona. De mikor a lélek akarja Istenne válni, független lenni, meg önző lenni, akkor a lelki világban nem lehet. A lelki világban ott minden, ott csak szeretet van, ott nincsen önzőség, csak ott nagyon, ott önzetlenség van, ott van a boldogság. De aki akarja ezeket az önző dolgokat, akkor erre Isten megteremti lehetőségeket, oké? Akkor erre teremtem anyagi világot, gyere, próbáld ki magad. És itt rá fog jönni, egy, hogy mindig van halál, mindent kell elveszíteni, de rájön, hogy Isten nélkül én sose leszek boldog. És akkor vissza, és a feladat minden léleknek, aki itt van anyagi világban, a feladat visszamenni lelki világba Istenhez, mert nekünk ott van saját családunk, ott van saját barátjaink, rokonaink, csak most mi fejbe vagyunk vágva anyagi energiával, és nem emlékszünk azokra a dolgokra, amnéziába vagyunk most. De a lelki gyakorlat pont, amikor kitisztítja a karmától a tudatunkat, akkor bejön, ki vagyok én a lelki világba, így visszajön az emlékezet. Még ebbe a testbe is lehet. Szóval így is lehet. Így bőven egy kicsit válaszoltam. Az jó? Köszönöm. Szívesen. Én jó. Tudom megkérdezni, hogy a Bhagavad Gita tanításait azt majd folytatjuk, igen, igen, és lehet, hogy a Bhagavad Gita tanítás most készülök vasárnapra, remélem, hogy ebben vasárnapban fogunk folytatni. Igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm. Érdeklődni szeretnék, hogy a Bhagavad Gita-ból csak ez az egy könyve van, vagy van még több része is? A Bhagavad Gita-ból egy van, van még több könyv, van Mahabharat, ami, mert a Bhagavad Gita, ez a Mahabharatnak, az egész történetnek egyik része, akkor van egy Mahabharat, ez egy kicsit vastagabb, akkor még van könyv, tanítások nektárja, akkor van odaadás nektárja, Srimad Bhagavatam, sok-sok-sok könyv még, ami van, sok irodalom van igazából. De Bhagavad Gita, ez az első. Fontos. Igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Úgyis ez a terv, hogy itt a Bhakti Yoga csoportban itt mindig lehet, hogy több kurzus lesz, ami most egyet tartsunk most. De itt mindig csak egy bizonyos szintig leszünk. Miért? Mert ide fognak mindig ebbe a csoportba új személyek csatlakozni, és akkor ne legyen nekik, hogy mi már itt vagyunk, ők semmit nem értenek, hanem én mindig újra nekik megtartom ugyanazokat a kurzusokat. Szóval itt mindig így lesz. És aki azt gondolja, hogy akarok tovább lépni lelki gyakorlatba, tudásba, akkor van, múltkor is mondtam, van ez a védikus filozófia csoport, de akkor ott is lesznek kurzusok, és ott már tovább képzés, mélyebb fogunk menni. Szóval ez a tervem. Megnézzünk, ez most próba veletek is, hogyha ez sikeres lesz, és van rá igény, mert én tudok így magamban is beszélni kamerával, de hogyha van így élőben igény, én nagyon örülnék, és akkor még tudjunk bármeddig menni. Végtelenség. Ó, nagyon jó lenne. Végtelenségig tudjunk menni. Szeretnénk. Igen, nagyon. Jó. Szerintem is. Jó, jó. Akkor igen, akkor megcsinálunk itt egy pár ABC dolgokat, utána átmegyünk a másik szintre, és akkor ott fogunk tovább menni. Mert izgalmas dolgok vannak, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Én nagyon szeretem. Nagyon tanulságos, tényleg nagyon. Igen, valóban. Jó. Más Bhakti Pártyabú. Igen. Bocsánat. Mond. Elnézést, akart valamit mondani, csak
Hogy én? Mindegy, hagyom, hogy folytassa, igen, vagy... Igen, igen. Nem, én kész. Hogy utána kérdezz. Kérdezd, kérdezzék. Úgy kell, hogy igen, kérdezzék, akkor még neked válaszolok, csak azért, mert benneteket nem akarok fenntartani. Miért? Mert hogyha mi mindig tartsunk, mert hogyha lesz ilyen, hogy mindig elkezdjük össze-vissza húzni, akkor nektek is nehézség lesz, hogy na, akkor jövő héten lehet, hogy nem csatlakozok, mert elhúzódik, megint ennyi, kiszámíthatatlan, szóval én ezt nem szeretnék. Maximum negyedik. Jó, kérdezés, akkor válaszolok. Na, csak a Dalai Lámáról szerettem volna kérdezni, mert én egy buddhista kérdés. Igen, most itt olvasom a neten, hogy egy bizonyos Avalokitésvara nevű entitásnak a földi megtestesülése. Erről mit írnak a védikus írások? Hát védikus írások nem írják, hogy ki milyen buddhistának a megtestesülése. Annyit írják, hogy van buddha, vagy volt, jött, és bizonyos misszióval, majd erről is egyik alkalommal elmondom, hogy neki mi volt a misszió. Szóval ez egy valamikor egy jön, valamikor a buddha, ez egy szerep. Ez egy pozíció. És valamikor Isten maga egy avatár, mert Istennek van sok avatár, sok inkarnáció, majd ezt is fogunk tanulni, amikor Isten témánk lesz, ugye nekünk az ő témából van Isten, Isvara, de valamikor Isten jön, mint Buddha, de valamikor egy felhatalmazott lelket, mint a Jézus jön, vagy ahogy mondtam, Srila Prabhupád, valamikor jön egy lélek, aki ő lesz a Buddha. De ennyi, hogy most mit mondanak, aki most itt van, amiről beszél Kriszti, én neki nem ismerem személyesen, nem tudok ő róla véleményezni, de tudok mondani, mi alapján lehet maguknak, nektek is látni, ki mennyire hiteles. De azt csak kell látni, a Buddhának mi volt a fő missziója. Félrevezetni az embereket. Mit csinálni? Félrevezetni az embereket. Jó, az igaz, félrevezetni, de volt egy, még egy alap a tanításnak, ahimsa, erőszakmentesség, vegetariánus. És hogyha valaki azt mondja, hogy én vagyok a buddhista guru, és eszik a húst, számomra ez nem hiteles, mert már nem erőszakmentes. Mert miért félre akarta vezetni Buddha? Azért, mert abban a korban, amikor ő, mielőtt ő jött, nagyon sok pap, brámana, ők áldozatra hozták állatokat, megölték az állatokat, ami nem volt baj, ebbe a korszakban be van tiltva, abban a korszakban, mivel tiszta volt a tudatok, és amikor ők állatot feláldozták, és mondtak a mantrát, akkor az a lélek állatból következő születés emberi testet kap. Mert nem lehet mondjuk a kecske állatból rögtön emberi testbe menni, ott kell, van egy ilyen gradáció fölfele. De, és meg volt engedve megenni azt az áldozati húsát. És a brámanák, a papok rászokták a húsevésre, és már azért csinálták, áldozat az meg kifogás volt, de a fővágyuk volt enni a húst. És mikor a papok, a brámanák beszennyeződnek, akkor itt már vége a társadalomnak, akkor már hamis az egész, akkor senki nem kapja lelki tudást, és akkor nem tudnak kikavarodni a szenvedésből. És akkor Krishna jött, mint Buddha, vagy megkérte, valamikor ő jön, mindegy, jött Buddha, hogy megmondja, hogy nem kell áldozatot végezni, és azt mondta, de brámanek mondtak, de hogy nem lehetett, mi Istennek a parancsotat kövessünk, mert a védákban Istennek az akarata le van írva, és ott van, hogy kötelesség ezt csinálni. És Buddha azt mondta, ne aggódjatok, mi nincs Isten. Nincs Isten. És a védák az nem igaz. Nem kell használni védákat. Szóval ő neki kellett elutasítani Istent, másképp ők nem álltak volna meg áldozatot csinálni. És azt mondta, nincs Isten, üreség van,
Van karma, igen, ezek vannak, mert hogyha most tovább öltek az állatokat, akkor karma lesz, ezért ahimsa, erőszakmentesség, semmi állatot nem bántunk, és meditálni kell ürességre. Ez a lényeg. Egy röviden így ez a, videó, ez a buddhista filozófia. Csak most már annyi sok vonal van, hogy már eredeti tanítási nem hallom sok sehol. De nekünk nem kell ítélni őket, hogyha látunk, lenézni, nem a mi dolgunk, jó? Mert szóval nem kell, nem is szabad, sose szabad, hogy akkor most valakit lenézünk, na, ezek olyanok. Nem, mi tudjuk akkor mi a filozófiájuk, és mi tudjuk, hogy nincsen, hogy üresség az ilyen nincsen, hogy van Isten, és Isten nélkül nem lehet élni. Ez nem lehet boldog lenni. És üresség sose lesz. Nem lehet elmerülni, nem lehet, hogy ürességben merülsz. Nem, ez nem lét. És az direkt kitalálta ilyen nem létező dolgokat. Jó, hát így, akkor ez volt a buddhizmus röviden. Azt szeretném kérdezni, ha lehet, hogyha tényleg valóban nem létezik ez az üresség, akkor ők úgy képesek az ürességre meditálni? Tehát ezt ők magukkal elhitetik, hogy ez nekik sikerül? Hát képesek meditálni, de nem képesek elmerülni sose. Ezt tudod, főzöm, de nem főztem meg. Azt csak próbálnak, de nincs, nem tudsz. A lélek aktív. Ez Prabhupád magyarázza pont ezekbe a versekbe is, hogy lélek nem tud lenni, mert üresség, ez azt jelenti, nem vagy aktív. De nem tudjunk, a lélek nem tud lenni inaktív. Hogyha sikerül, az csak egy pici pár kis pillanatra, mert ez lehetetlen. De még hogyha sikerülne is, csak képzeljünk el, ebben mi a boldogság? Ez, azt jelenti, ez olyan, mint hogy meghaltál, nem? Hogy nem létezek. De ki akarja? De ez a buddhista ürességbe merül, és a materialista, aki azt mondja, amikor meghalsz, nem létezel, az ugyanaz. Mert nem vagy többet. Ki akarja ezt? Hát akkor inkább én szenvedek ebbe a világba, csak legyen változatosság az életembe. Szóval ez nem, ez nem egy lelki nagy dolog, hanem lelki nagy dolog az, hogy én maradni fogunk, és a boldogság az a viszonyok. Hát miért házasodnak az emberek, miért vannak barátok, miért csoporttal mennek mondjuk piknikezni, mert a viszonyokból merítenek a boldogságot. Miért kell egy gyerek? Mert viszonyok anyja és a gyerek között. Ez nagyon nagy boldogság. Ez normális. De lelki világban ugyanúgy vannak ezek a viszonyok. Szóval igazi lelki eredeti helyzet, ahol nem kell nekünk semmit megváltoztatni úgy, hogy egyedül vagyunk ott, vagy valami nem. Ugyanaz, csak tiszta állapotban van. Ott is, ott pont a viszonyokból van a szeretet, ott van a igazi viszonyok, mert ott nincsen irítség, nincsen traumák, nincsen sértődések, szóval ott igazán ez a változatosság az van lelki világban. De üresség, még hogyha lenne, én akkor se akarnék. Unalmas. Nincs boldogság. Talán ha fejbe vernek, akkor van üresség, de egyébként... Meg hát oldjunk bele a tömegbe. Én sose. Én sem. Persze. Nem, nekem találták ki. Igen. Olvadni semmibe. Igen. Nem, ez így nincs. Igen. És Bhakti Pent Prabhu, Avalokitésváráról nem írnak semmit védek, ugye? Kiről? Avalokitésváráról. Az nem értettem, az kicsoda. Milyen is van rá? Avalokitésvara. Lehet, hogy a szakad... Mert isvara szó, ez azt jelenti, majd fogunk ezt tanulni, ez azt jelenti irányító. Isvara, tulajdonos, mindenek a tulajdonosa, az irányító. De most a melyik első fel az isvarának mondta, az nem értettem. Kristóf, jó nézel ki. Avalokitésvara. Leírja magának? Írd le, aha. Írd le, de ez majd máskor beszéljük, mert most már negyed elmúlt. Jó.
És a kérdésem, hogy jó nektek a csütörtök jövő héten, 7 órakor? Igen. Jó, igen. Jó. Oké, akkor fogom folytatni, akkor ma beszéltünk lélekről. YouTube-ra felrakom felvételt és a mi csoportunkba is, és legközelebb akkor beszéljünk a prakriti, anyagi világ, anyagi energia, izgalmas lesz. És de emlékeztesektek engem, hogy én ne felejtsek el, hogy elején mindenféleképpen csináljunk egy kis lelki gyakorlatot. Jó? Ez az a legfontosabb, másképp nem fogunk mélyen érteni a tudást. Okay. Jó, akkor én is nagyon szépen köszönöm, hogy kedvesen itt voltatok. Köszönöm. És akkor folytatjuk jövök legközelebb. Köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.